és már itt is van velünk Perl Andrea, branding és kommunikációs szakértő. Késakom, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! És ugye arról fogunk beszélgetni, hogy mit tegyenek a magyar cégek a válság idején, és amit az elmúlt egy hónapban láttunk, hallottunk akár a saját környezetünkben is, a sok helyen volt kapkodás, sok helyen volt pánik, sok helyen volt kétségbeesés. Na de mi az a gyakorlati dolog, amit meg tud tenni egy cég azért, hogy túléljen, hogy akár még meg is erősödjön valamilyen módon? Igen, be kell látni, és meg kell látni, hogy ezt mindenki tapasztalt. Tapasztalja, hogy egy új helyzetben vagyunk igazából, ugye több szempontból is. Én nekem az a tanácsom, hogy mindennek ellenére, hogy nagyon új a helyzet, sokak számára nagyon sötét is akár, váratlanul hirtelen, de mégsem szabad a kardunkba dőlni, tehát ez nagyon fontos. Igazából azt kell látnunk, hogy ugye egy olyan szituációban vagyunk, akik, ahol sokan igazából nem feltétlenül tudják azt még, hogy az a bejáratott út, amin eddig akár sok éven keresztül is jól tudtak értékesíteni, akár terméket, akár szolgáltatást, ugyanazt hogyan tudják elérni. Én azt tudom javasolni, hogy igazából nem az ugyanazt kell keresni, egy picit meg kell találnunk a helyünket, meg kell találnunk a terméknek és a szolgáltatásunknak az új helyét. Egy nagyon rövid történetet elmondanák, ugye említessen azt az egészet, hogy te tudni, hogy mi egy erdő mellett lakunk, és hogyha van egy pici mókus, aki minden napon megtalálja a diófáját és a dióját, de ha kivágják egyszer azt a diófát, ahova ő mindig ment, meg kell találnia gyorsan, fel kell találnia magát, hogy mit évő legyen. Na, ez a mókus igazán keres egy másik helyet, akár egy mogyoróbokrot, ahol meg fogja találni a napi betevőjét. És azért mondtam el ezt a példát, hogy lássuk meg azt, hogyha igazából új helyzette elő vagyunk kényszerítve, hogyan tudjuk megtalálni a célcsoportunkat, és hogyan tudjuk a termékünket értékesíteni. Andrea, de hogyha, bocsánat, Andrea, de hogyha most levetítjük mondjuk a kerettörténetet, mondjuk egy kávézóra, ahol van egy kis vállalkozás, és most mindenki, aki a vállalkozását nézi, gondolj bele mondjuk, hogy egy kávézó, amely most nem árusít kávét, süteményt, üdítőt, vizet, mert nem árusít, nem árusíthat. De a cégvezetőnek fizetnie kell az alkalmazottak bérét, esetleg még a bérleti díjat is fizetnie kell, csak a kiadása van. Mire eljut odáig, hogy újra brandingeljen, addigra nem marad semmi pénze, nem lesz miről brandingelni, nem lesz termék, nem lesz munkatárs, nem lesz takarítónő. Nekik milyen, mondjuk úgy, hogy vigaszt lehetne nyújtani ezekben az időkben? Igen, én azt gondolom, igen, tehát, hogy ez ugye függ attól is, hogy a milyen költségvetéssel rendelkezik egy cég, hogyan volt betervezve a költségvetése. Meg kell látni azokat a dolgokat, hogy mik azok, amikre nyilván költeni tud és költeni szabad neki. Azt tudom mondani, hogy meg kell ezt vizsgálni, nyilván minden cégvezető ezzel tisztában van, hogy meddig és meddig nyújtózhat. Hogyha valaki olyan szituációban van, hogy be tudja úgy tervezni a költségvetését, és hogy adott esetben tudjon ilyen, ahogy említette, brandingre is költeni, azt kell tudni, hogy ez egy olyan befektetés, ami sokszorosan visszahozza gyakorlatilag a befektetett költséget, de mert ugye a cél az, hogy új piacot keressen, mert igazán én azt tudom mondani, hogy akár a kávézósnak is nem feltétlenül azokat az embereket kell megkeresnie, megtalálnia, és beszélünk itt ugye az online térről, akik addig bementek a kávézójába, mert nem feltétlenül lesz ugyanaz a szokás azoknak az embereknek, ugye, hogy a kávézóba bemenjek, mert nem tehetik meg. Ezért kell ugye online térben megkeresni ezeket az embereket, viszont ahhoz meg ugye egy új stratégia, kommunikáció, és adott esetben tényleg egy branding. Andrea, nyilván ez, bocsánat, hogy megszakítom, ez most már nagyon nehéz, mert ez a válság, ez a járvány, ez most már itt van jelen pillanatban, és a krízis is itt van, a cégeknél is itt van, és az embereknél is. Ilyen még nem volt, ahogy ezt mondtuk. Mit lehet ebből tanulni? Tehát egy picit a jövőről beszéljünk, mert nem olyan sok időnk van. Mit tudnak ebből a cégek tanulni? Igen, igazából ugye azt lehet megtanulni, én nem gondolom, hogy egy nagyon-nagyon gyors reakció készség fog kialakulni a cégeknél, egy nagyon jó gyakorlatot kialakíthatnak, és ami talán jó lehet is hasznos, hogy amit online térben kialakítanak új ügyfélkapcsolatokat,
azokat a válság után is fogják tudni használni. Tehát még nagyon jó, hogy ügyesen csinálják, jó szakembereket találnak meg, mert azt gondolom és azt javaslom, hogy ne fejetlenül gyorsan hirtelen kezdjenek el szolgatni, mert azzal nagyobb zavart keltenek talán az ügyfélköreikben, mint hogyha szakemberre bízzák. És azt gondolom, hogy ezt viszont nagyon jól meg fogják tudni kezelni az online térben való kommunikációt és értékesítést, tehát hogy azt gondolom, hogy ez a krízis után is hasznosulásukra lesz. Mert az ügyfélkör, amit online térben megszereznek, és jó bizalmat alakítanak ki, és jól teljesítek, akkor gondolom, ez egy következő lépcső lehet, hogy megtartani ugyanazt az ügyfélkört. Azt igazából ugye érdemes tudni, hogy nagyon-nagyon nagy segítség most a cégeknek, és én ezt javaslom akár a lakosságnak is, ugye a co-branding, tehát a márkatársítás, hogy összefognak cégek, akár a kávézós összefog egy virágpicivel, és tud olyan bizalmi szolgáltatást nyújtani egy olyan cégnek, aki mondjuk értékesít, hogy az a cég, aki jól értékesít online, segítheti azt a céget, aki mondjuk egy kávézó és egy virágpici, hogy tőlük vásárol egy olyan termékcsomagot, amit az ügyfeleinek ajándékba ad. Tehát, hogy aki megteheti, mert nagyobb cég és könnyebb, jobb bejáratot évek óta online, az most tud segíteni a kisebb cégeknek, hogy tőlük vásárol akár kávét, akár virágot. Tehát ez a co-branding, ez egymás segítése, azt gondolom, hogy ahogy a lakosság körében is a maszkvarrás tudja segíteni egymást a sok cég, és azt gondolom, ennek tényleg itt van az ideje, és akár láthatunk is rá jó példát. Andrá, még egy dolog. Hamarosan azt olvasom, hogy indul egy újabb non-profit kampánya, a Vlog a világvilágossága néven. Ez mi? A világvilágosság, hát igazán ugye rólam lehet tudni, hogy ugye branding szakértőként azt, hogy egy üzenetet hogyan tudunk eljuttatni a célcsoport számára egyszerűen, tisztán és hasznosan, ugye ennek vagyok úgymond a mestere. Nagyon régóta tapasztalom azt, hogy főleg ilyen krízis helyzetben az emberek hirtelen nem tudnak hova nyúlni, tehát hogy bekerülünk egy nagyon váratlan sötét helyzetbe, és hogyan, mint ember, nem mint cég, hanem mint ember, hogyan tudom én ezt átélni és túlélni. Ilyen nem csak a mostiakhoz krízis helyzetben van, ez egyénileg adott esetben nagyon-nagyon sokszor az emberek életébe előfordulhat. És én hitem szerint keresztény vagyok, és a világvilágossága azt szeretnék megmutatni, és illetve is indult már az online térben ez a kampány, hogy a Jézusi fény igazából, a világosság hogyan tudja az emberek életét segíteni, mert ugye, hát amit az emberek úgy meg általánosan, hogyha tudnak, hogy a Biblia is a templom, és hogy nem feltétlenül nyitott mindenki erre, és ez a világvilágossága, Jézus Krisztust és az ő üzenetét, az evangéliumot juttatja el gyakorlatilag az online térben egy olyan modern kommunikációval az emberek számára, amivel tudunk nekik segíteni a mindennapjaikban. Tehát ezeket az üzeneteket, hogy gyakorlatilag ami az online térre jellemző, hogy oszd meg és kövesd, hogy oszd meg a szeretetet, oszd meg a félelmedet, oszd meg az aggodalmadat, ez gyakorlatilag erre épül. Andrea, nagyon-nagyon szépen köszönjük, jó egészséget kívánunk, köszönjük. Önnek, és köszönjük szépen, hogy elmondta a tapasztalatait, köszönjük szépen.